A 2015-ös évben lezárult ciklus sikeresnek tekinthető, a beadott pályázatok 78-80%-a sikeres volt, mondta el televíziónknak Kovács Lajos kirendeltségvezető. A támogatások mértéke térségünkben legalább 50%-os volt, de a fiatal gazda pályázatok 100%-os támogatottságúak voltak. Nagyon jó és sikeres évet zártunk Szabolcs-Szatmár-Bereg megye vonatkozásába. Gyakorlatilag a pályázatoknak országos viszonylatban nézve is a 25-30%-a hozzánk érkezett be. A nyertes fiatal gazda pályázatoknál országos szinten 3011 nyertes pályázat volt, ebből 1036 Szabolcs megyei. Ezzel a megyei fiatal kezdő termelők megyei szinten egy 12,5 milliárd forint összegű támogatáshoz juthattak hozzá. A tanyabusz vonatkozásában ott 324 kisbusz beszerzésére nyílt lehetőség a nyertes pályázatok alapján. Itt egyházak, civil szervezetek, önkormányzatok juthattak ehhez a munkaeszközhöz, amivel az ott élők igényeit, életkörülményeit tudják javítani. Gyakorlatilag ez is több mint 3 milliárd forint összérték növekedést jelentett a megyének. A 2015-ös évben a harmadik jelentős pályázati lehetőség a kerti gép pályázat volt, aminek keretében megközelítőleg 3 milliárd forint gépvásárlási támogatást fizettek ki a megyei gazdáknak. Nagy segítséget jelentettek továbbá az uniós források, tette hozzá Kovács Lajos. Egy 7 éves ciklus zárása fejeződött be 2015-be, és hogyha azt nézzük, hogy az Észak-Alföldi régióba az elmúlt időszakban mintegy 35 ezer kérelem, pályázati kérelem érkezett be, és ebből egy 25-26 ezer nyertes pályázat született. Összértékben régiós szinten, tehát Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar, illetve Szabolcs-Szatmár megye vonatkozásában ez azt jelenti, hogy az itt élő mezőgazdasági termelők több mint 190 milliárd forint összegű támogatáshoz jutottak. Ebből körülbelül Szabolcs megyei termelők egy ilyen 110 milliárdot kaptak. A kirendeltségvezető arra hívta fel a figyelmet, hogy 2016-tól fokozottan ellenőrzik az MVH-hoz benyújtott pályázatok valóságtartalmát. A jogosulatlan előszerzés a pályázatból való kizárást, valamint büntető feljelentés megindítását vonja maga után.